Agócs Gergely, néprajzkutató, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszékének óraadó tanára és a Debreceni Egyetem docense. Ezzel párhuzamosan a Fonó zenekarral népzenei előadóként is tevékenykedik. Létrejött a Hagyományok Háza, és itt elkezdtem dolgozni először tárvezetőként, majd az intézmény tudományos munkatársa lettem. Folklór dokumentációt fejlesztő osztálynak vagyok a tagja, de sok minden egyéb feladat tartozik hozzám. Ilyen például a magyar mesemondás tanfolyamának a szakmai vezetése, mivel senki ezen a szinten nem foglalkozott. És úgy gondoltam, hogy ezt nekünk sürgősen pótolnunk kell, ezt a hiányt. No, mentek, mindig éltek Jancsika Juliskával azokon a sűrű, sötét erdőkön? De bizony abban a régi világban, az erdőkben nem ilyen vadak szaladoztak, mint máma, menyét kék, meg nyestecskék. Lánctalpas farkasok, kaszafogó tigrincsok. Sorozatot indítottunk el népmesetár néven. Először egy tankönyv jelent meg, aztán elkezdtük publikálni azokat a mese felvételeket, amelyeket természetesen betűhív közlésben mellékeltünk, de szigorúan ott volt a hangfelvétel, hiszen a mesemondást sem lehet kizárólag az ilyen olvasmányosított, irodalmiasított átiratok segítségével megtanulni. És arra gondoltam, hogy a táncház mozgalom alapeszméinek megfelelően a mesemondást is elkezdjük ebbe az irányba terelni. 2006-ban, 2007-ben valahogy úgy elindítottunk egy tanfolyamot, ugyanezzel a címmel, a Magyar Mesemondás Hagyománya, mesemondó tanfolyamot, és azóta több mint 200 hallgatónk végezte el ezt a tanfolyamot, köztük 30-40-en színpadi mesemondóként is tevékenykednek ma. És el lehet mondani, hogy elindítottunk egy országos mozgalmat, hiszen ezek a végzett hallgatóink azóta létrehozták a Meseszó Egyesületet, amelyik országos szinten koordinálja ezeket a szakmai tevékenységeket. Agócs Gergőt a Fölszállotta Páva tehetségkutató televíziós vetélkedő zsűriéből már ismeri az ország apraja nagyja. De azt kevesen tudják róla, hogy már a műsor szakmai előkészítésénél is meghatározó szerepet vállalt. 2011-ben kerestek meg minket az MTV a munkatársai azzal az ötlettel, hogy akkor legyen egy népművészeti vetélkedő a televízióban. Engem bízott meg a főigazgató, dolgozzam ki ennek a szakmai kritériumait, tehát mai napig ezeknek a pontjai szerint zajlik a verseny. Én azt gondolom, hogy egy hasonló mérföldkő lesz majd ez a magyar népművészeti mozgalmak történetében, mint annak idején a Röpőpáva is volt. Itt viszont én nagyon remélem, hogy a magyar ifjúság még inkább kedvet kap majd a táncolásra, a zenélésre, a hangszeres muzsikára, vagy az éneklésre, azokban a formákban, ahogy azt egyrészt a hagyományban tapasztaltuk, másrészt pedig, ahogy azt a Fölszállotta Páva műsoraiban is láthatjuk. ...1985 óta foglalkozik folklorisztikai, főleg népzenei terepkutatással. Gyűjtő tevékenysége elsősorban a felvidéki magyarság tájegységeire irányul, de gyűjteményében más magyar lakta területeken, illetve a szomszéd népek régióiban készített népzenei felvételek is szerepelnek. 2018-ban elnyerte a Magyar Művészeti Akadémia 3 éves művészeti ösztöndíját. A támogatás segítségével folytatja a keleti rokon népeknél elkezdett gyűjtő munkáját. Erdély, Moldva, Magyarország különféle tájain járok mai napig gyűjteni, és akkor emellé jöttek a keleti rokon népek, úgy a finnugor, mint a türk népek. Már Kodály is azt lehet mondani, hitelt érdemlően kimutatta, hogy elsősorban a türk népek irányában
mutatkozik a magyar népzene kapcsolatrendszere. Gyűjtöttem Csuvasföldön, gyűjtöttem baskíroktól, balkároktól, dagesztáni kumukoktól, és a nagy kelet-európai főes puszta utolsó nomád népének tagjaitól, a nogajoktól is. ...2500-at közelíti az a dallam mennyiség, amit rögzíteni tudtunk, és ennek alapján elmondhatjuk, hogy a Karacsaj-Balkár népzenében a dallam típusok 30-40%-a olyan, ami a magyar népzene morfológiai jegyeit mutatja, illetve a nogai népzenében ez az arány közelíti a hihetetlen 70%-ot. Bár csak engem választanál párjának, hálát adnék a mennyei atyának.